Ez egy nagyon fontos szakmai és közösségi rendezvény a hallgatóinknak, és hála Isten most már egyre fontosabb az oktatóinknak is. Nagyon jó, mert a szakmai programok nagyon sok pluszt adnak a hallgatóknak, akiknek nincs lehetősége minden ilyen kis apróságot, kis újdonságot megtanulni a kurikulumban, tehát tényleg nagyon sok újdonságot kaphatnak itt, a közösségi programok pedig évről évre egyre jobbak. Kezdetektől fogva a büdzsé, a szponzorok felkutatása, a program megalkotása az teljességgel hallgatói feladat volt. Elsősorban, amikor az ember az orvosra gondol, akkor azt várja tőle, hogy meggyógyítsa a fogorvostól, meg inkább, hogy szüntesse meg a fájdalmat. Ugyanakkor ezek a kollégák, ezek egy mikrovállalkozásnak a vezérigazgatói lesznek, humán erőforrás, gazdálkodással, anyaggazdálkodással, és hát kenyeret fognak adni 2-3 embernek, úgyhogy egy nagyon összetett, bonyolult feladat lesz az övüké, és nem árt, hogyha van bennük kezdeményezőkészség, szervezőkészség, és valamennyire meg tudják tervezni, hogy mi lesz a következő lépés. Úgyhogy ez egy olyan proaktivitást és olyan skilleket mozgat meg a hallgatókban, amelyeket mi csak sugalmazni tudunk, de megtanítani tulajdonképpen nem. Ez a puding próbája, amikor ők megszervezik maguknak az oktatási napjukat.